Itt a Magyar Rádió Karinti színpada. Utazás a koponyám körül. Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós. Rendező Marton Frigyes. Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg. Ez év 1936 márciusában tizedike felé lehetett, hogy egy délután a Centrál Kávéházban uzsonnáztam. Bár pontosan nem emlékszem, az a gyanúm, ezen az emlékezetes délutánon is inkább gazdasági kérdések foglalkoztattak, és nem a nép oktatása, ami pedig első kötelessége volna egy közírónak. Azt igyekeztem kiszámítani, melyiket írjam meg előbb. Azt az elvi tanulmányt a modern ember szerepéről a társadalomban, vagy az egész estét betöltő három felvonásos színművet. Végre úgy döntöttem, a színművet írom meg előbb, hogy ennek jövedelméből aztán annyi ráérő időt biztosítsak magamnak, amennyi egy tanulmány megírásához kellene, ha lelkiismeretesebben csinálom meg, mint ahogy egy színdarabot szoktak. No, akkor még ráérek befejezni a keresztrejtvénynek a megfejtését, amibe éppen belekezdtem. Tudni kell, hogy évek óta minden héten megfejtek egy keresztrejtvényt. Sokat bosszankodom, mert a rovatvezető úr szólásmondás címen minden héten bevesz egy aforizmát, függőlegesen és viszintesen a rejtvénybe. Kitűnő, jó ízű népi mondások ezek, csak éppen az a bajuk, hogy nem léteznek a valóságban. Jól emlékszem, mennyire föl voltam izgatva. Ennyi volt a közmondásból. Aki, on, terme, kukó is, szí. Nagyon dühös voltam. Micsoda az, hogy on terme kukó is szí? Ilyen nincs. Egészen belevörösödtem a próbálkozásba, hogy a gyanús közmondást kiegészítsem. Ekkor indultak meg a vonatok. Pontosan menetrendszerűen 7 óra 10 perckor. Csodálkozva kaptam fel a fejem. Mi ez? Határozott dübörgés volt, erőlködő, lassú csikorgás, mint mikor a lokomotív kerekei lassan nekilódulnak, aztán hangosan zakatolni kezdenek. Talán teherautó volt. Visszatértem a titokzatos közmondáshoz. Igen ám, de egy perc múlva elindult a következő vonat ugyanolyan ütemben. Dübörgött, zakatolt, elhalkult. Idegesen forgattam a fejem a mellékutca felé, mi az ördög itt vonatok járnak? Vagy valami új járművet próbálnak ki? Néhány autó csapott el, semmi más. Háromszor kaptam fel a fejem, csak a negyedik vonatnál jöttem rá, hogy halucinálok. Erőszakos, lármás, követelődző hang. Vonatdübörgés olyan erős, hogy elnyomja a valódi neszeket. A pincér mond valamit, nem hallom. Ez bizony nem a külvilágból származik, de hát akkor odabent keletkezett a fejemben. Mivel semmi más tünetet nem érzek, csöppet se találom ijesztőnek, csak nagyon különösnek és szokatlannak. Megállapítom, hogy halucinálok, de nem lehetek őrült, teszem hozzá rögtön, mert hiszen akkor ezt nem tudnám megállapítani. Valami más baj van. Otthon vacsorázom Cinivel, ábrázoló mértanról és fizikáról beszélgetünk, az emberi konstrukciót, mint gépet hozom fel példának. Cini ötödista, most a gondolkodás mechanizmusa érdekli, gyorsan rátérek kedvenc veszőparipámra a szervek autonóm működésével kapcsolatban. Ténynek állítom, amit csak szeretnék, hogy én például, ha figyelem magam, körülbelül meg tudom határozni, hogy az aktuális gondolat agyamnak melyik részén keletkezik? Mikor számolok, szójátékokat csinálok, szétbontok, analizálok valamit, elől, a homlokom alatt történik valami.
érzelmek, muzsika, indulatok a koponya hátsó részében keletkeznek. Évek óta áltatom magam, hogy kitartó gyakorlattal irányítani lehetne a gondolatokat belülről, mint az atléta az izmait, vagy zongoraművész az ujjait. Ezt az álmatlanság ellen eszeltem ki évekkel ezelőtt, hogy el lehetne aludni minden külső szer nélkül, ha rátalálnék valahol a nyúlt agy felé arra a pontra, ahonnan gépiesen el lehet zsibbasztani az egész központot. Futóan eszembe jutnak a délutáni vonatok, de rögtön elfelejtem. Másnap délután egy amatőr filmegyesület előadására ígérkeztem, ahol pompás keskeny filmet mutatnak be zárt körben. Rajongok ezért a műfajért, a jövő filmjét látom benne, igazi egyéni művészet lehetőségét, a jövő zenéjét. Néhány pályadíjnyertes keskeny film kerül a vászonra, gyönyörű felvételek. Nini, ez nagyon érdekes lesz. Orvosi film, amerikai amatőr vette föl. Cushing professzor bostoni műtőjében koponya műtétet végez. Az asztalra szíjazott betegnek csak a fejét látni, a tanár neki megy, elegáns mozdulatokkal előbb megskalpolja, a fejbőrt hátrahajtja, aztán egy perforáló nagy fúróval körbejukasztja a koponyát, majd leemeli a fejről, mint valami sapkát. Az agyhártyát olyan, mint egy hajlekötő háló, tisztán, gusztusosan szétvágja, az agyvelő kocsonyáját látni, ahogy remeg és lötyög a csontcsészében. Jobboldali nézőtársamhoz fordulok, hűvösen magyarázva az esetet, hogy orvosi tájékozottságomat fitoktassam. De a levegőnek beszélek, partnerem lábújegyen kiment a sötét teremből. Csak ugyan elég rémes ez a műtét, már csak ötten vagyunk, a többiek nem bírták, fölényesen mosolygok magamban, lám mennyivel edzettebb vagyok. Szegény havas barátom jut eszembe, aki 22 éves volt, mikor valami agydaganatban elpusztult. Akkor hallottam először, hogy ilyen is van. Emlékszem utolsó napjaira, elferdült arcára, a béna rángatózásra, ahogy nevetni próbált. Hideg fut végig a hátamon, mint akkor, de aztán megnyugtatom magam, hogy ilyesmi természetesen csak másokkal történhetik, velem nem. De 7 órakor, ugyanabban a kávéházban, ugyanott, percnyi pontossággal, mint tegnap, megindulnak a vonatok. Most már nem fordulok az ablak felé, tudom, hogy belül zakatol valami a dobhártyámon. Ahogy azt a délutánt felidézem, csodálkozva kérdem magamtól, hogy lehet az, hogy a délutáni mozi emléke nem társult bennem a furcsa új tünettel, aminek oka, ma már tudom, a Karotis nevű ütőér izgalma volt. Eszembe se jutott párhuzamra gyanakodni. Kicsit bosszankodtam, és rögtön elhatároztam, hogy a fülemmel van valami baj. Így hát másnap beállítottam a klinikára a jó nevű fülspecialista tanárhoz. Orromba kedélyes csevegés közben hosszú drótot dugott vattával, ami az Eustach csövön át fülembe szaladt. Fogamat csikorgattam, hogy ne tudjak tiltakozni. Úgy tettem, mintha észre se venném, mikor kihúzta a drótot. A végén odavetően megjegyezte, hogy füljárat gyulladásom van, ezzel magyarázható a halucinált zakatolás. Ezen a 3 héten, április elejéig erősen dolgoztam és szaladgáltam, sokat töprengtem és fecsegtem, valami nyugtalan és fárasztó élénkség vett rajtam erőt, és nem hagyott békén az elintézni való. Ez a noszogató, sürgető parancs gyakran jelentkezett életem folyamán, de soha ilyen határozottan és makacsul. Azon kapom magam, hogy régi ismerősöket látogatok meg, visszamegyek olyan helyekre, ahol először se éreztem jól magam. Így telnek a napok, néha elmegyek a fülemet kezeltetni, mert a vonatok állandóan indulnak azóta is. Pontosan 7 órakor délután a fejemben, már megszoktam, nem sokat törődöm vele. Egyszer csak valami furcsa történik. Szemben velem a tükör, mintha elmozdulna. Nem nagyon, egy kicsit, pár centiméterrel, aztán úgy marad. De mi ez? Mi ez a... ez az izé, ez a furcsa?
Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele. Fejem se fáj, vonatok sincsenek, semmi se fáj, ellenben az egész dolog velem együtt elvesztette létezésének bizonyosságát. Minden kísértetiesen és ijesztően esetlegessé vált. Az egész mindenség, mintha kihúzták volna alól a talajt, hullámzani kezd. Nincs sehol egy fix pont. Csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót, valami tévedés, próbálom motyogni görcsösen. Tévedés! Na, a tükörben meglátom az arcom, fehér, mint a kréta. De hiszen akkor gutaütés villan át rajtam, elpattant egy ér valahol. Még azt is megállapítom, hogy másképpen képzeltem el, egy pillanat és vége az embernek, mint a főbelőnének. Na hát, súlyos tévedés volt. Az igaz, hogy csak egy pillanat, de ez a pillanat hosszabbnak látszik egész eddigi életemnél. Az emberek rosszul mérik az időt. Egyetlen mérték van az átélés sebessége. Fájdalmat nem érzek. Odakint süt a nap, de idebent a fejemben hirtelen elsötétedik. És egyetlen érzésem van már, ha nem tudom üstökön ragadva víz fölött tartani magam, akkor a következő pillanatban nem parancsolok többé a hajó, nem uralkodom a milliónyi részecske és sejtecske fölött, akinek születésem pillanata óta királya vagyok. Ez az egész fellázadt népség közömbös tárgyá változik, és ez a tárgy, fellázadva önkényem alól, elfoglalja régebbi természetes helyzetét a gravitációs térben, vagyis lecsúszok a földre. Elvágódom. Iszonyú. Rosszabb minden inkvizíciós kínpadnál. Ezt már akkor mondom borzongva, amikor lassan kezdek magamhoz térni. Ezúttal a gutaütés elmaradt, de egy illúzióval lettem szegényebb. Nem vágyom többé ilyen halálra. Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat. Halálom pillanata is épp olyan jelen pillanat lesz majd, mint a mostani. Az is jelenben fog lejátszódni, nem a jövőben, ahogy önmegnyugtatásomra elhitettem magammal. Mert jövő nincsen, ez csak olyan szólásforma. Az orvos, akinél fél óra múlva jelentkezem, meg se vizsgál. Felét sem mondhatom el a tüneteknek, fölényesen legyint. Nincs itt, drágám, se fülhurut, se gutaütés, magának nikotin mérgezése van, azonnal beszüntetni a cigarettát. Megnyugodva benne, hogy az ájulás, ami meghökkentett, nikotin mérgezésnek tulajdonítható, abbahagytam a cigarettát. Meglep, hogy nem is megy olyan nehezen, a nikotin szomj csak néhány napig idegesít, aztán elmarad, már dolgozni is tudok füstölés nélkül. Mikor az eszmélet zavar másodszor jelentkezik, ezúttal valami kóvájgó szédülés után már úgy fogadom, mint ismerőst, sokkal kevésbé hat rám tragikusan. Tudom, hogy pillanatokig fog tartani, aztán elmúlik nyomtalanul. A vonat dübörgéssel és szédüléssel együtt napi teendőim közé számítom fel. Este 6-kor jön a szédülés, 7-kor a vonat jelentkezik, újabb szédülés, aztán néhány pillanatra az ájulás. Így szaladnak a napok. Közben 2 új tünet. Az egyiket könnyen hozzácsapom a többi háromhoz, vonat, szédülés, ájulás. Szédülés előtt görcsös, brutális fejfájás szorítja össze hátul a koponyám olyan éles percekre, hogy a lélegzetem kihagy. Ez egy régi dolog feltámadása, nem veszem komolyan, a gyógyszer segít rajta. A hányás április elején tör rám. Egy reggel éjgyomorra hirtelen émelyegni kezdek. Lehetetlen, mondom magamban, ez valami tévedés, hiszen semmi sincs a gyomromban, de másnap ugyanerre a komédiára ébredvén kialakult bennem a meggyőződés, hogy az időt nikotin mérgezéshez gyomoridegesség járult,
és hogy Kázbádba kellene mennem, ha volna pénzem és idő. Apa, apa, miért megy folyton jobb felé? Hogy érted ezt, cinikém? Hogy, hogy jobb felé? Folyton jobb felé tartsz. Utánat kell igazodni. Egyszer neki megy a falnak. Nem vettem tudomásul a fiam figyelmeztetését, de este, mikor elégedett sóhajjal kinyitottam a könyvemet, többszöri szemüveg pucolás után végre tudomásul kellett vennem, hogy már nem látom jól ezeket a nagybetűket. Új szemüvegkel majd holnap bemegyek a klinikára. Nem mentem be. A feleségemtől jött levél Bécsből. Mi ütött magába? Nem tudom elolvasni az írását. Csupa krix-krax, és lefelé tartanak a sorok. Magának megváltozott a kézírása. Esős, nyirkos, rosszindulatú reggel a piszkos bécsi pályaudvaron, mikor Cinivel megérkezünk, ebéd után lődörgünk a Grabenen, először van Bécsben és a határon túl, csupa izgalom, amit előkelően leplezni próbál. Kellemetlenül érinti, mikor felfedező sétán közben egyszerre csak meg kell állnia. Mi az, apa? Semmi, fiam, kicsit pihennem kell. Ne szólj anyádnak, tudod, mostanában néha rám jön, mindjárt elmúlik. Lihegve támaszkodom egy hirdető oszlopnak, nagyokat lélegzem, szűkölve magamban, hogy el kell kerülnöm az ájulást, undorodom a nyilvános, hát még utcai szerepléstől. A roham csak ugyan elmúlik, élénken megindulok, gyorsan másról kezdek beszélni. Reggel elkísérem feleségem a Wagner Jaureg klinikára, kulcsa van a zárt osztályhoz. Fehér köpenyt húz, az ajtót bezárjuk magunk mögött. Az első ágyban feltűnően szép fiatalember, barna, egzotikus, mint egy beduin törzsfőnök. Egy héttel ezelőtt kitüntetéssel doktorált, kész orvos, 3 napja tört ki rajta a skizofrénia. Lustán, közönösen ül, és elmerülve vizsgálja jobb kezét, tulajdon hüvelykujját próbálja elkapni, pont úgy, ahogy a bolondokat ábrázolni szokták. Másik fekhelyen mosolygós öreg derülten néz körül, mosolyogva hallgatja diagnózisát, hogy demencia senilis, és a többi, és hogy Istennel szokott beszélgetni. Szívesen válaszol a kérdésre, jól érzi magát, csak a füle lehetne élesebb, sokszor nem hallja világosan Isten beszédét, de Isten jó, ilyenkor kicsit kiabál. A feleségem már az ajtónál van, én meg ott állok egy ágy előtt, mintha gyökeret vert volna a lábam. Mi az, miért nem jön már? Elkésünk a fordítójától. Ennek itt mi baja? Hagyja, nem érünk rá, nehéz eset láthatja. Nem sokat látok, furcsa az arc kifejezése. Terminális, ahogy itt mondják, kevés napja van hátra, tumor cerebri, gyógyíthatatlan agydaganat. Jöjjön már, miért csószog? Aranka, nekem agydaganatom van. Magyar Rádió karinti színpada. Utazás a koponyám körül. Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós. Rendező Marton Frigyes. Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg. Aranka, nekem agydaganatom van.
Menjen már a hülyeségeivel, nem szégyeli magát. De értse meg, nem vagyok neuraszténiás és 20 éves, elég betegséget láttam. Ugyan kérem, hát tanuljam meg. Az agydaganatnak 3-as klasszikus tünetcsoportja van, amire a diagnózis épül. Fejfájás, szédüléses hányás, papillitis. Ami a fejfájást és hányást illeti, csak nem akartam szólni. És mi az a papi? Hogy mondta ezt? Pangásos papilla. A daganat nyomja az agyat a legkisebb ellenárás irányában. Azon a kis lyukon, ami a szemfenékből nyílik, vértolul a hártyára, amit a szemtükör konstatál. Ez egy biztos tünet, szinte feltétel az agydaganatnak. Másnap 10 órakor ott állok a Mária utcai szemklinika kapujában. Nem sejtem, hogy első 6000 évre berendezett gyermek életemnek, a hegykeség és önérzet korszakának ez a lépcsőház volt az utolsó stációja. Há, szerkesztő úr, rég láttuk, kerüljön beljem. Na mi az, új szemüveg kellene? Öregszünk, öregszünk. Na hát igen, úgy látszik, megint fejlődtem egy fél dioptriát. A látásomat nem féltem, csak a karom lenne hosszabb. Megnézni a funduszt is tüzetesen, tanár úr, hogy nincs-e valami rendetlenség? Ó, hát nagyon szívesen. Na, foglaljon helyet ídni. Na, nézzük csak. Ejha, apuskám. Mi az? A szemfenék tele van vérrel. Ekkora vércsomók. Egész duzzadt a papilla. Kedves szerkesztő úr, egyelőre semmi képzelődés. Ez sok minden lehet. Most szépen átmegyünk a szomszédba, látótérvizsgálat, színlátás, ellenőrzés, szkotóma, stb. Na, jöjjön! Az újabb vizsgálat elhúzódik, aztán a folyosón várok. Fél óra múlva kijön a tanársegéd, kezében zárt boríték. Na, hát itt a lelet, szerkesztő úr. Sürgősen vigye el valamelyik klinikára. Én Korányit ajánlom. Ott majd megmondják a többit. Legjobb, ha már holnap jelentkezik. Nagyon köszönöm, nagyon kedves. Vagyis mit akartam mondani? Tudja ugyebár, hogy ezek a vérzések esetleg agydaganatra... Ugyan, kérem. Hát mondtam már, hogy sok mindenféle lehet. Nem kell kombinálni. Na, különben is ahhoz az kellene, hogy szédüljön és hányjon, és mindenféle reflex... Na, de hát szó sincs róla. Én még nagyon rég láttam ilyen jó színben. Na hát, sietek, alázatos szolgálja. Pangásos papilla, a bal szemen 1,5, a jobbon 2,5 dioptria. Furcsa, milyen könnyűek a lépteim, és az egész, az utca, minden valami más. 1/4 óra múlva ott ülök a könyvtárban. 4 könyvet válogatok ki, 2 külföldi, 2 magyar szerző. 1:30-re körülbelül tudom, ami érdekelt, mondatok kavarognak előttem, különösen egy. Ezek a daganatok előbb-utóbb feltétlenül halálra vezetnek, ezért a daganat műtéti eltávolítása még a mai nem kedvező statisztika ellenére is okvetlenül javasolt. A műtéti beavatkozás halálozási arányszáma sajnos még mindig 75-85%-ra becsülhető. A József utcánál kiérek a körútra, hova is kell mennem? Igen, még felszaladok a szerkesztőségbe. A kedves láng titkár mosolyogva fogad, mint mindig, én is összeszedem magam. Egy fiatal író jön be, szerettem benne, hogy tud természettudományt is. Most is efféléről beszélünk, a felfedezésekről az orvostudományban, és hogy nem csak a betegségek elleni küzdelem erősödik, a betegségek is fegyverkeznek. Igen, kérlek, nekem például agydaganatom van. Miket beszélsz? Tudod, mit beszélsz? Egy művelt ember. Hát, hogy ne tudnám. Na, jó, értem már, neked valami különleges betegség kell, ami másnak nincs. Ajánlok valamit, ami szebben hangzik, és nem olyan komoly. Extraszisztóli és diszhidrózis. Nem, egyszerű agydaganat. Beszéljünk másról. Erről majd akkor, ha mutatsz nekem egy leletet, pangásos papillát. Karancsolj. Ez pikáns. Kicsit pikáns. Ez igen. Tessék a levet.
Te nekem diktálnom kell. Szervusz! Szervusz! Nem jelentkeztem a klinikán. Bécsbe se írtam. Azzal halogattam a dolgot, hogy egyenlőre majd várunk és figyelünk a sötétben. Áltatom magam, hogy a nyugalom mindennél többet ér, különben is sok dolgom van. A szerkesztőségi jelenet óta nyugtalan vagyok, lelkiismert furdalás gyötör, amiért egy hatásos fordulat kedvéért elárultam a leletet. Talán még el lehetne felejtetni az emberekkel. Kár volt szólni, ez borzasztó. Érzem, hogy beszélnek, pletykálnak, kombinálnak. Valamit tennem kell, elhárítani a gyanút, mielőtt mások cselekszenek helyettem. Eszembe jut, hogy Gyula a laboratóriumban röntgen képeket csinált a koponyámról. Halló, Gyula, te vagy az? Parancsolj. Hallottam, hogy elkészültek azok a koponya felvételek. Igen. És hogy nincs folt az agyvelőn? Nincs. Kérdezek valamit, Gyula. Ha volna folt az agyvelőmön, akkor most megmondanád nekem? Nem. Nem gondolod, Gyula, hogy második válaszod némiképp problematikussá teszi az első értékét? De gondolom. Tehát most mit higgyek? Nem tudom. Jó, majd beszélünk. Szervusz, köszönöm. Másnap reggel jelentkezem a korányi klinikán felvételre, mindjárt le kell vetkőznöm és ágyba feküdnöm. Nem arról van szó, jól vagyok-e vagy rosszul, ez az előírás. 10-re befut az első látogató. Égtelen jó kedve van. Na, öreg, kitaláltál valamit, hogy lustálkodhass. Nagyra vagy azzal a kis fejfájással. Tudod, mind mentem én keresztül? Délre egész kis társaság verődik össze, mindenki hozott valamit, virágot, ennivalót, ital, déli gyümölcs, ananászkonzerv, pezsgő. 3:30 felé 3 újságíró kolléga a lapoktól zsivaj kiabálás. Nagyon is jókedvűek vagytok, gyerekek, gyerekek. Ez már túlzás. Kicsit feltűnő, hogy mindannyian egyformán ragyogtok a derűtől. Nagy csöndben voltatok ti, mielőtt bejöttetek hozzám, és nagy csöndben lesztek, mikor kimentek. És kezdődnek előről a szertartások. A rugós tű 3 óránként bepattan Ujjamhegyébe. Utána a röntgenszobába megyek, fogó közé szorított fejem, 3 oldalról is fotografálják. Délfelé jelentik, hogy cukrom nincs. Na ja, akkor gyerünk a szemészetre. Megint az elsötétített szoba, a szemtükör, a látótér korong, piros és zöld foltok. Fásultam, várok, nem kérdezek semmit. Nehéz délelőttök, a halba sem megyek le. A reggeli rosszul létek nem rövid rohamok többé, ebédig tart az önkívülethez hasonló tompaság. És mi alatt odabenn a koponya sötétjében lassan és szívósan dolgozik a végzet, odakünn megmozdul az a csodálatos valami, rejtelmes módon átrezdül a külső világ. Bent a csontfalak közt valami történik. Egy ponton megindul valami folyamat, nem lehet tudni egyenlőre hol, belül a félgereszt 2/4 közt, vagy alul a lapos agyfenéken, elől a kérgen, vagy belül a szürke állományban. Lehet hátul a 2 pótagy valamelyikén, de lehet lejjebb is a nyúlt velő felé. Izgalmas szerencsejáték, hogy a csontrulett melyik rovátkájában áll meg a golyó. Karintival mi van? Na, mi lenne? Éppen csak vége van. Kész. Hát elmegy ez is. Na, hála Istennek. Te, meg lehetne próbálni Ferit a helyére. Igen, a lapnál. A kis budai utcán ábrándozva jön lefelé a finom lírai költő. Rólam olvasott valamit, meg van hatva, végfut emlékein. Könyv szökik a szemébe.
érzelmek találkozása. Ezt meg kellene valahol írni, az Isten is nekrológnak teremtette. Halála után odaadom a szemlének. Igen, ez szép lesz kezdetnek, tulajdon novelláját idézve. A kisfiú, aki összerakott állvány tetejébe mászik, hogy ott trikójából elővegye gyerekkori hegedűt, és ebben a pillanatban összedől az egész építmény, hűte gyönyörű. Egy nekrológban az egész élete benne van. És egész komolyan elérzékenyedik. Bécs keresi a vonalat. Jézus Mária, mi van magával? Most beszéltem Jenővel, hát maga nem értesít engem, hogy pangásos papillája van. Egy óra múlva indulok magáért. Rémes, hogy valaki ezt csinálja. Hogy lehet ilyen? Két hete tudja, és eszében nem jut, bocsánat, hogy... három perc bontok. És újra Bécs. Reggel 10-re jelentkezünk a klinikán. Itt, ezen a lépcsőn álltam 3 héttel ezelőtt. 3 hete csak. Hihetetlen, annyinak tűnik, mint egész életem odáig. Mint valami groteszk viccet dobtam oda, hegyke ötletemet, nekem agydaganatom van. Az a makacs gyanú kínosz, hogy akkor kezdődött az egész, mikor ezt kimondtam. A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, és ezzel lehetségesnek tartjuk őket. A valóságot az emberi képzelet teremti. Befelé járok, és mert nem látok jól, korrigálni se tudom már lépteimet. Folyton lebotlom a kocsi útra, vagy neki megyek a falnak. Szemérmesen a sarokba megyek, vagy órákra elrejtőzöm a hideg mellékhelyiségben. Majd, ha diagnózisom lesz, úgy fog viselkedni, ahogy illik. Egyelőre beteg vagyok, semmi több. Hát aztán. Hát igen, émelgek kicsit, beteg vagyok, ennyi az egész. És ha az vagyok, talán nincs jogom hozzá? Kikeszmegek a kocsiból, odaállok a forgalmas utca szélére, és hányni kezdek hegykén, szemtelenül, szemérmetlenül. Az emberek megállnak, némelyik megütközve csóválja a fejét, mások csak bámészkodnak, egy inas röhög. Csak bámuljatok, hányok! Mit szóltok hozzá? Beteg vagyok, nekem szabad, nektek nem szabad, de... Tessék, itt látható a véleményem rólatok, magamról, az egész életemről, úgy, ahogy sikerül. De este 8 felé ott ülök mégis a Café de France teraszán. Nem tréfálok és nem káromkodom, már hallgatok, a fejem fáj. Csodálkozva figyelem a fájást, hogy ez is lehetséges, hogy ilyen mértékben lehetséges, és az ember mégis eszméletén van és gondolkodik is. Az acél abroncs, ami a koponyámat szorítja, apró roppanásokkal húzódik össze. Meddig tud még összehúzódni? Számolom a roppanásokat. Előveszem az órám, leteszem az asztalra. Morfiumot kérek. Mondom, nagyon nyugodtan és hidegen és ellenségesen. Nem lehet. Tudja, hogy nem lehet. Mi jut eszébe? Mit akar azzal az órával? 3 percen belül morfiumot kérek. Habozva, nyugtalanul néznek rám, senki sem mozdul. 3 perc elmúlik, utána még 10. Ekkor nyugodtan elteszem az órát és imbolyogva felállok. Vigyenek a fiakkerbárba, szórakozni szeretnék. Felszabadulva ugrálnak fel. Senkinek nem árultam el azóta se. A 3 perc elteltével el voltam számva először és utoljára életemben, hogy amennyiben további 10 percen belül nem áll ki a fejfájás, a legközelebbi villamos elé vetem magam. Soha nem derül ki, megtettem volna-e. Mert a fájás hirtelen villanásszerűen kiállt. Egyre többen jönnek, egyre szól a telefon, és ha fél óráig nem szól, magam veszem föl, hívom a vendéget. A legizgalmasabb emberi képesség a részvét üli orgiáid betegágyam körül. Közben a megbolygatott külső világ csendesen, észrevétlen végzi feladatát. Egy reggel felkászálódom, bevitettem magam a szerkesztőségbe. Az egyik főnök, mintha csak véletlenül jutna eszébe, felszólít, hogy menjek át most mindjárt a nagynevű sebésztanárhoz, már tudni fogja, miről van szó, megemlítettek neki. Bármit mond, ne aggodalmaskodjam, ők mögöttem állnak, és pénzre se legyen gondom.
de közben a titkos parlamentben szavazás lehetett, és a szavazás eredménye másképp ütött ki, más irányba terelte a sorsomat. Óvatos üzenet érkezik orvosbarátaimtól. Ők persze megint csak véletlenül, megint csak beszélgettek rólam, és a sebésznek eszébe jutott amerikai tanulmány útja, amikor is Cushingnak, a modern agysebészet úttörőjének asszisztált. Hogy hívják azt a stockholmi tanárt? Olivecrona, Herbert Olivecrona. Furcsa név, de szép. Olajkoszorút, vagy olajkoronát, vagy olajfalombot jelenthet. Igen ám, de hisz ez mind képzelődés, ha rákerül a sor, honnan veszek annyi pénzt, ami ekkora útra kell. Kiadóm előzékeny, de efféléről nem volt szó, szóba se hoznám. Ekkor váratlanul megjelenik betegszobámban a grófnő, a legrégebbi magyar arisztokrata család tagja. Nézze, a házi orvosától pontosan tudom, mi a baj. És mit szól hozzá? Én büszke vagyok rá. Kérem, ez nem tréfa. Maga nem gyerek, és tudtommal nem is gyáva. Azért vagyok itt, hogy erről beszéljünk. Igenis, nagyon komoly a helyzet. Meg fogják operálni. Ezt is tudja? Beszéltem az orvossal. Tudom, hogy esetleg Stockholmba megy. Igen, hát, de az anyagi... Kérem, ez rendben van, ezt már elintéztem. Beszéltem a miniszterrel és másokkal. Annyi pénz lesz, amennyi kell, ebben mindenki egyetért. Az egész mozgalmat egy olyan úr kezdte, aki halálos haragban van azzal, aki aztán folytatta. Nem tudok felelni. Készenlétben tartott tréfás megjegyzéseim eláztak. Szótlanul szorítunk kezet. Később többen jönnek, teázunk, a hangulat emelkedett. R. doktor jön, a kiváló szemész. Nagyon örülök, tanár úr. Talán küldjem ki a vendégeimet? Hát, ha lehetne. Tessék! Szeretném megnézni a funduszt. Hát, kedves mester, a papilla megint 2,5 dioptriát romlott. Elfajulási pontok is vannak már. Ugye? Igen. A múltkori változáshoz képest negyed annyi idő alatt. Na, de hát a tekintetbe veszünk. Várjunk csak! Orvosi kötelességem közölni, hogy amennyiben 10 napon belül nem vágatja ki az agyvelejében fejlődő daganatot, 3 hét alatt véglegesen megvakul. Úgy tessék érteni, hogy teljesen, mint az éjszaka. De ez csak az első tünet lesz. Utána további 2 hét múlva sorban jön a többi. Teljes bénulás, megbutulás, és végre... Köszönöm, ne tessék folytatni. Megértettem, tanár úr. Tessék, készen vagyunk. A vendégek vidáman betódulnak. Magyar Rádió Karinti Színpada. Utazás a Koponyám körül. Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós. Rendező Marton Frigyes. Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg. Gyors intézkedések, vendégek már nem jöhetnek állapotom, mintha csak azt várta volna, hogy pontosan megnevezzék, teljes vadságában bontakozik ki. Hát kérem... Kész a levél Stockholmba. Minden lelet egybevág. Megállapítottuk, hogy az agyvelő jobb felén, hátul a kisagyban, pontosan körülírható helyen, mint egy tyúk tojásnyi hólyag növekszik. A hólyag mögött úgynevezett angióma. Tessék. Kérem, adját üdvözletemet kiváló kollégámnak, az Isten áldja meg, és sok szerencsét. Thank you.
Nagyon, nagyon fáradt vagyok már, amikor a vonat berobog Stockholmba, csak annyit látok, hogy tengerparton vagyunk, öblök és csatornák közt futottunk, autóba csomagolnak, az ablakon keresztül csak aszfaltot látok. Igazán úgy látszik, kész vagyok, nem vágyom többé semmire. Fehér, tiszta lépcső előtt állunk meg, a homlokzaton fekete betűkkel Serafimer Lazaretted. Feltámogatnak a lépcsőn, amelyen soká nem fogok visszajönni, ha visszajövök. A folyosón közel a lépcsőhöz egyszerű betegszoba egy személyre. Két sudár termetű ápolónő vesz át, levetkőztetnek és az ágyba ejtenek. Irataimat elveszik. A maratoni futó átadta az üzenetet. Hát igen, kétségtelen, ez már a vakság. Az utolsó fény, amit még láttam, tompán és bizonytalanul a kupola villanása volt reggel. Azóta homály van körülöttem. A lecke, amit feladtam magamnak, így szólt. Akarsz, vagy tudsz-e élni vakon? A GPS válasz mindig így hangzik, akarok és tudok. De ezt nem érzem megbízhatónak, újra kezdem, érvek és ellenérvek jelentkeznek, egyik se győz meg. Igen, elég idős vagyok, hogy a látható világból megszereztem légyen mindent, amire láthatatlan világomban szükségem lehet. Akkor hát, ami hátra van, csendes feldolgozása az anyagnak, végre nyugodtan és zavartalanul. Talán nem is olyan szörnyű. Éppen felülök, hogy mégis megtapogassam a pulzusom, mikor kattan a villany, és a nyíló ajtó mellett ismeretlen éjjeli ápolónő jön be. Tessék bevenni az altatót, dupla adag. Hány óra? 9:45, most verte a 9-et. Mi ez, amit a fejem alá tesz? Gumipárna, hogy magasabban legyen a feje. Nyugodtan kell aludnia. Holnap reggel operálják. Ébredek, hogy gurítanak végig a folyosón. Nem vagyok kábult, kicsit talán nagyon is józan és friss vagyok. Nyoma sincs bennem érzelmeknek és indulatoknak. Fekszem a hátamon, a tetőre pislogok és várok. Begurítanak a terembe. Négy kéz fog meg, átdobnak egy nagyon keskeny vasalódeszka-szerű asztalra, amihez hozzátolták az ágyat. Rögtön a hasamra fordítanak, fejem előre lóg egy ovális kis mélyedésben, hogy lélegzeni tudjak. Igyekszem elhelyezni arcomat és orromat, órákig leszek ebben a helyzetben, próbálok berendezkedni. A fejem fölött suttognak, aztán elhallgatnak. Hideg vas csiklandozza a tarkóm. A hajamat nyírják. A gép végigszalad a fejemen hosszú pászmákban. Utána habot vernek rajta, a borotva már kopasz fejen szaladgál. Percekig csönd. Fejem búbján diszkrét szúrás. Ez nyilván injekció. Valami tompát illesztenek oda, most úgy látsz, pokoli dübörgés, süvöltve, gyorsuló visítással, egyre hangosabban és magasabb hangon sivítva, óriási acélfúró szalad be a koponyámba. Sivít és mennydörög a fejem, pokoli égzengés, földindulás, hogy lehet ezt kibírni? Eszembe se jut észrevenni, hogy fáj-e. Hirtelen elhallgat egy zökkenéssel, a fúró átszalat jelzi, hogy a hegye szabadon forog. Hangtalan meleg zuhogást érzek belül, a nyitott lyukon befelé folyik a vér. A második fúrást már hidegebben figyelem, a meglepetés riadalma nélkül. Zökken, elhallgat, a vér zubog befelé. Aztán, mint a csövekkel motoszkálnának. Mi ez, több fúrás nem lesz? Egyszerre csak megindul az asztal, lágyan gurulunk, nyitott ajtókon, folyosókon át, suttogás, léptek, hisz ez egy röntgenterem, felvételek készülnek, hát ezért furták meg a fejem. Lecsapolták az agykamrák folyadékát, levegőt töltöttek bele, ez volt a motoszkálás, szóval a lékelés még hátra van. Soká, nagyon soká forgatnak, illeszgetnek, fotografálnak. Végre nyikordul az ajtó, gulítanak vissza a műtőterembe, itt vagyunk megint,
A lámpa alá gurítanak, percek. Bizonyára a felvételeket nézik. Most hozzám lépnek, hasamon fekszem megint, arcom a vájukban. Valaki vastag raktapaszokat nyom két halántékomra, meghúzza, mozdulatlanná merevítették a fejem. Lefelé meredve vödröt látok az arcom alatt, feneke még üres. Próbálom kezem és lábam, millimétert se engednek, vonaglani se tudok. Hát ez nehéz lesz így huzamosan. Nagy csönd. Kicsi szúrások körben, aztán hátul a tarkón hosszú egyetlen vágás. Nem fáj, de érzem. Csípeszek zizzennek, egész csomó. Próbálok kukucskálni oldalt, az előttem lebegő fehér köpeny alját fekete pontok tarkítják, mint a baboskendőt. Persze az ütőerek nem folyatnak, ugrásszerűen fecskendeznek. Puha tolások, félrehajtások, a koponya biztosan szabad már, a bőnye tarkómon visszaugrott. Hallom, amint a trepán koppan. Na, szervusz, Frici. Nem lep meg, hogy senki se felel. A fúrós ivítása pokolibb és makacsabb, mint valaha. Mi ez, nem tudja átfúrni? Próbálom megfeszíteni a nyakam. Az az érzésem, mintha nekem is segíteni kellene elébe feszülni a fúrónak, különben végigreped a koponya. A mennydörgés tökéletesen megsiketít. Végre megállt. Na csak hogy. Nem gondolja, tanár úr, hogy épp elég volt? Nekem legalább elég. Erőteljes vadrántás. A kifúrt légbe beleakasztotta a fogót. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Süket recsenéssel törik valami. Pillanat múlva megint. Feszítés, nyomás, roppanás, rántás. Sokszor egymás után. A folytatólagos roppanások olyanok, mint ahogy konzervdobozt nyitnak, az utána következő recsenések, mintha beszegezett láda oldalából deszkákat törnének egyenként. Tudom, hogy csontokat tör ki nagy darabokban. Ez az utolsó, mintha már a felső csigolya lett volna. Sokáig ingott, makacskodott, nem akart engedni, míg végre sikerült kirántani. A művelet brutalitása magával ragadt. Vagy gyönyörűséggel adom át magam, szinte segíteni szeretnék. Lihegve bíztatom magamban a tanárt, a rombolás dühe átcsap rám, vágj csak, törj csak jobban, csak neki, csak szét az egészet. Most a csigolyát úgy, még egyszer fogd, még erősebben csavard, muszáj kitörnie. Ugye kitört ez is, csak tovább rajta hentesek. Lihegek. Vörösben káprázik minden. Ha most balta vagy vasdarab volna a kezemben, ütnék, vágnék, zúznék magamat, mindenkit esztelen kéjjel. Wie fühlen Sie sich jetzt? Oliver Krona hangja. Mélyen, mélyen elszégyellem magam, ugyanekkor megsajdul nyitott fejem, és csodálkozva hallom dühös káromkodás helyett udvarias és restelkedő hangon, ahogy felelek, Danke, professzor, es geht gut. A hangulat megváltozott. A koponya feltörése után viszonylagos csend lett. Ébren vagyok, tudom, hol vagyok, operálnak. Most valószínűen az agyburkot nyitják föl, szép rendesen, egyenletesen, egy vágás, egy csipesz, és így tovább, mint a szabónő. Ha most meg tudom határozni, hová raktam a töltőtollamat az éli szekrényen fiókjában, akkor eszméletlen vagyok. Nem, ez nem jó. Inkább azt a, igen, azt a balladát. Azzal az időt is mérni tudom, eltart, vagy negyed óráig, elejétől végig, az is valami. Vára öblös termében, fels alájár, bajnok pázmán. Wie fühlen Sie sich jetzt? Danke, professzor, ez két... Hiha, ez már nem az én hangom volt. Magas, vékony hang válaszolt a kérdésre, valahonnan nagyon messziről. Ezt abba fogom hagyni, nem felelek többet, nem ijesztegetem magam fölöslegesen. Valami civattyúznak megint, valami csapolnak, valami szörcsög. Meddig tart ez a kotorászás? Ho-ho, uraim! Én szépen udvariasan hallgatok, láthatják, de meddig tart a kaparászás? Talán mégis megtisztelhetnének, valamit velem is közölni kellene. Végre én is itt vagyok, ha szabadna kérnem. Voltunk-e valaha, leszünk-e valaha ilyen közel egymáshoz, uraim?
mert nagyon jól tudom, hogy az agyralőnél tartanak, azon babrálnak valamit, miután újból kiszivattyúzták, hogy hozzáférjenek. Agyvelőm. Valószínűleg lüktött. Fáj? Nem fáj. Egyáltalán nem fáj az agyvelőm. Egy műszer éles csörrenésre az üveglapra esik, az fáj. És fáj egy átsuhanó gondolat, ami nem ide tartozik, és amit nem tudok visszatartani. Előtérbe akar tolakodni, visszaszorítom, fáj! Nem, az agyvelőm nem fáj, inkább fájna. Ijesztőbb minden fájásnál, hogy valószínűtlen, hogy az ember itt feküdjék az asztalon felbontott koponyával, agyveleje a külvilágban, valószínűtlen, hogy itt fekhessek élve. Nem való ez, illetlen ez, hogy mégis él, nem csak, hogy él, ébren van és gondolkodik. Ne suttogjunk, uraim, mindent hallanék, ha nem restelném magam figyelni. Ne suttogjunk, hallom egyre sebesebb suttogás, egyre sebesebb és zsémbesebb és szemérmetlenebb. Szégyellem magam. Gyerünk, takarják már be mesztelen agyvelőmet. Ez akkor lehetett, amikor Olive Crone a mikrolámpát süllyesztett az üregbe, és annak fénye mellett a kicsit pirosabb jobboldali kis agyvelő megpillantotta, aztán kicsit megtapogatta a duzzanatot. 11 óra volt, 2 órája folyt a műtét. Feleségemet, aki izgatottan szaladgál a folyosókon, telefonos szívja a pesti szerkesztőség. Beszéljen, amit tud. Nagyon helyesen csak adatokat mond, hogy orvos létére hozzá és hozzám illik. A telefon körül ott állanak a munkatársak, minden mondat után, amit a gyorsíró lead, csend lesz, utána szétszélednek a fiú, kiki megy a dolga után. Misu átsiet a folyosón, a délutáni lapot kell szerkesztenie, ha szerencséje van, még le tudja adni Mussolini rádióbeszédét, Petschauer is leül diktálni a sportrovatot, K. őszinte borúval pislog szemüvegén át, aztán rajta kapja magát, hogy mondatot formál, egy esetleg irandó cikk első mondatát. A cikkre sajnos reggelre szükség lehet, meg kell írni, címet nem kell találni, címe széles, nagy fekete keretben a nevem. A Citadella fölött felhők bandukolnak, nagy lendülettel hallgat az Erzsébet híd. Néhány fényképésznél kirakatba teszik az arcképemet. Titkáromat dénest léptennyomon megállítják. Mik az utolsó hírek? Valaki azt is megkérdi, nincsen áll a kéziratom. Budapest 1936. május 4. hétfő. Szedik a délutáni lapot, felül a nagy szenzáció. Addis Abebát elfoglalták az olaszok. Mennyi lehet még hátra? Próbálok kombinálni. Talán megpillantván a daganatot tűnődik, hogy fogjon hozzá. Ebesen dolgozni kezdenek bűvész ujjai. Nagyon mélyen fekszik bent, egészen bent, nincs bátorsága belenyúlni? Vagy már benne is van, fejtik ki, hámozza óvatosan, mint a vörös vékony héjú narancsot? Erőlködöm, hogy mondjak valamit, de nagyon is fáradt vagyok, hozzá abba hagyom. Hogy a fájdalomérzés teljesen megszűnt, nem nyugtat meg. Sőt, egyre ijesztőbbnek találom. Valami néma, mégis egyre gúnyosabb fenyegetés van benne, előkészület a legrosszabbra. Hiszen lehetetlen, hogy bent vájkáljanak az agyvelőmben, és ez ne fájjon, ez különös vagy. Azt jelenti, hogy hiszen egy idegecske izgalma még nemrég olyan örjítő fájdalmat okozott, hogy össze akartam törni a fejem, hiszen mindnyájan tudjuk, mi az agyvelő, hogy elég beledöfni a koponyán át, vagy a koponyán keresztül erősen megütni, és rögtön vége az embernek. Itt meg már mióta egészen bent. Kések és csipeszek és ollók. Lehetséges ez? Talán mégse szabadna? Talán mégis figyelmeztetni kellene őket, hogy elég lesz. Végre is akármilyen nagy tudós talán elfelejtette, hogy általában elég szokott lenni, ha beledöfnek. Talán ordítani kellene, mintha fájna. De hogy ordítsak, mikor nem fáj? Csak figyelmeztetésképpen, hogy még élek, vigyázzanak, hagyják abba. Csak elaludni nem, akkor végem van. Olive Crone a sárgás folyadékot már lecsapolta, a két kisagy összelappant, elkülönült, jól látható a megnyitott hólyag belseje. A meccés vonalon áthaladó ereket lecsípte, megsütötte az izzó villamos késsel.
Most meglátja a vérdaganatot. Ott fekszik kicsit oldalt a hólyag belsejében. Vörös jókora göbb, a hólyaggal együtt akkora, mint egy kis kelvirág. Felülete dudoros. Körül égeti, óvatosan, de irgalmatlanul. Most le kell fejteni, kikanalazni. Egy éles, lapos végű kés, lámpácskával a végén, kecsesen és bravúrosan szaladgál, besüpped, kanyarodik, sehol nem szalad be az agyvelőbe, Oliver Krona behúzza alsó ajkát, iskolás korában, ahogy tussal húzta ki az ábra szélét, vigyázott így titkos elégültséggel, hogy nem megy ki a festék. Most könnyen megy a munka, hiszen az egész külön vált kezében van. Sebesen dolgozni kezdenek bűvész ujjai. A finom késsel óvatosan kaparja, lefejti fel, emeli ki. Türelem, még tartania kell magát. Igen, tanár úr, de nehéz. Csendben kell maradnia, akkor megnyugszik. Nagyon nehéz. Csendben kell maradnia. Általában csendben kellett volna maradni, eddig is. Hogy érti ezt? Hát kérem, az ordítástól volt az egész. Ezek az ordítások dühöngő izgalmak. Nem érezte olyankor, mintha meg akarna pukkadni a feje? Hát tudja meg, ilyenkor a véráram tágította a vékony ereket, és az egyiknél tokocska keletkezett, így kezdődött az egész. Igen, értem. De értse meg, tanár úr, engem is. Hát lehetett tűrni. Hát lehetett tűrni az igazságtalanságot, a mohó, önző indulatot. Már gyermekkoromban ártatlanul vádoltak. Nem lehetett tűrni. De igen, lehet tűrni, és kell is. Értem, értem, szóval. Igen, szóval csendben, könnyedén, lazán. Lazatartás, érti? Igen, már csinálom is. Magyar Rádió karinti színpada. Utazás a koponyám körül. Karinti Frigyes regényéből rádióra alkalmazta Kaposi Miklós. Rendező Marton Frigyes. Az írót Latinovics Zoltán személyesíti meg. Nem emlékszem rá, de egybevágó leírásban hallottam később, hogy magamhoz térésem után kellemetlenül nyugtalankodni kezdtem. Erővel fel akartam ülni. Talán túl magas párnának éreztem a koponyámra csavart hatalmas kötésturbánt. Ettől persze mindenki megijedt, és nekem estek, hogy azonnal feküdjek vissza. Ez nagyon elkeserített, és méltatlankodó ellenállást váltott ki belőlem. Először magyarázni próbáltam, meg voltam győződve róla, hogy összefüggően beszélek, hogy ez nemhogy ártalmas volna, de nagyon is helyes. Látván, hogy szempontjaimat nem akarják méltányolni, rögtön átcsaptam illetékességem felsőbb rangjának védelmezésébe. Mit értenek ehhez a nők? Mindent összezavarnak, elméletet és praktikumot. Feleségem miközben kétségbe esetten nyomkodott vissza, Kerstin nővért emlegette, aki utasítás alapján parancsolta meg, hogy feküdjek. Ezzel végzetesen elvesztette a vitát, tudnia kellett volna, hogy mindent elviselek, csak a tekintélyekre való hivatkozást nem. Kijelentettem, hogy a nők mind ostobák és nagyképűek, sejtelmük sincs a világról. Más férfiaktól átmajmolt formulákkal fontoskodnak, mindent jobban akarnak tudni. Ami Kerstint illeti, épp olyan ostoba liba, mint a többi, és ezt nem haboztam több nyelven nyilvánosságra hozni, hogy ő is hallhassa, ha bent van a szobán. A pillanatnyi meghökkenés diadalnak könyvelve elfelültem, és kajánul követelőzni és fenyegetőzni kezdtem. Észrevettem, hogy a legnagyobb rémületet azzal váltom ki, a fejemet mozgatom. Tehát a legkisebb ellenállásra lóbálni és lengetni kezdtem a nyakamon ingó behemót búvárharangot. Feleségem esküszik rá, hogy balackpálinkát is kértem, igen határozottan,
és miután rám hagyták, hogy kapok barackpálinkát, vérszemet kaptam, és kijentettem, hogy teniszezni akarok, ami annál meglepőbb, mert soha nem teniszeztem, és nem is éreztem hiányát. Ezek után nyilván fogyatékos tárgyilagosságom büntetéseként altatót kaphattam, mert harcias kevésségem egyelőre szünetelni látszik. Magamhoz térve nagyon örültem, hogy világos van, és számolni kezdtem a magam szakállára. A számítás alapjául világosság és sötétség váltakozását figyeltem, csak semmi mást. Ebből lett aztán az űrzavar és keserves veszekedések forrása. 12-szer lett sötét és megint világos, és én egyre fokozódó önérzettel számoltam tovább, további kombinációk érdekében. Az se tett gyanakodóvá, hogy milyen egyformák ezek az időközök, és hogy Olive Krona is 5-ször vagy 6-ször mindig ugyanígy jelenik meg, az ajtóban nem jön közelebb, biztatóan és elégedetten bólint és eltűnik. De az utolsó felriadásnál valóban homályos volt már. Mikor veszik le a kötést? Jaj, maga ébren van? Fáj valami-e? Nem fáj semmi. Mikor veszik le a kötést? A kötést? Kicsit korán kérdezi. Hát majd, ha kell. Csak holnap? Holnap. Majd 8-10 nap múlva. 3 hétig rajta hagyják? Hát ez talán túlzás, vagy rosszul hallotta? Vagy hogy 3 hétig? Hát azt mondta 8-10 nap múlva. Na igen. Na, meg 12, az 3 hét. Micsoda 12? Micsoda? Hát nem 12 napja operáltak meg? Na, ne bolondozzon. Hát mikor operáltak? Ma reggel. Nem feleltem, hátat fordítottam. Végtelen keserűség öntött el. Hát ennek meg mi az értelme beadni a betegnek magasabb orvos etikai szempontból, hogy túlbecsülte az időt? Csak hogy nagyobb türelemre bírják a továbbiakra való tekintettel? Azt hiszik, most mindent beveszek, mert az agyam sérült? Úgy teszek, mintha elaludtam volna, alig várom, hogy feleségem kimenjen. Rögtön hátamra fordulok, csengetek. Ne tessék erőlködni. Jó, jó, csukja be az ajtót, Kerstin nővér. Jöjjön közelebb, és mondja meg nekem, de keltelés nélkül, mikor operáltak engem? Hogy hány órakor kezdték? Hát 8-kor. Azt tudom, de mikor 8-kor? Hát ma reggel. Köszönöm. És milyen nap van ma maga szerint? Hétfő. Úgy. Na jó. Nem kell semmi. Megigazítanám a párnát. Hagyja csak, jó lesz. De tessék csak hagyni. Kerstin azt állítja, hogy egy darabig szótlanul tűrtem a párna igazítást, aztán egyszerre villám gyorsan kinyújtottam karom a paplan alól, és a kezére csaptam. Ő azt hitte, fájdalmat okozott, bocsánatot kért, és gyorsan kiment. Olive Krónát már ravaszabbul fogadtam. Nem tettem fel neki egyenes kérdést. Köszönöm, tanár úr, jól érzem magam. Kérem, szabadna egy percre. Nem tudom, jól fejezem-e ki magam. Bizonyára méltóztatik ismerni Kant disziplináit, tér és időérzékletünk formáiról. Mint orvos lehetségesnek tartja, tanár úr, hogy időérzékletünk adottság, amely a szemlélettől függetlenül... Na, látom, egészen jól van. Viszont látásra. Ezek után elmúlik 2 valódi nap, amiről alig van emlékem. Feljegyzések kerültek a kezembe, néhány oldal írás feleségem lefirkálta olykor, amiket összebeszéltem. Nem érdemes idézni, hasonlatosak azokhoz a korleírásokhoz, amiket locsogó skizofrénekről vesznek fel a tébolydában. Ez a 2 nap kiesett, nem is voltam magamnál, csak rövid időre. Agyburok gyulladás jelentkezett 40 fokos láz kíséretében. Ezt később tudtam meg, mikor túl voltam a veszélyen. Órákon át fekszem, gondolkodva pislogok. Nem panaszkodom, nem hívok senkit, nem kérek semmit, várok feszülten. Ha valaki bejön, nem mozdulok, lefelé nézek, mintha nem érdekelne. De mikor ki akar menni, megszólalok. Kérem egy percre. Tudom, hogy komplikáció állott be, felnőtt ember vagyok, jogom van tudni, mi történt. Családom is van, és intézkedni óhajtok. Tessék pontosan megmondani, hány napot élhetek még. Mindig semmit mondó válaszokat kapok, mégis makasul elmondom újra mondókámat, sietve nehogy kimenjenek közben. Miután kimentek, magamban elismétlem a kérdést, aztán elhallgatok. Ezek azonban csak visszatérő állapotok, az ébrenlét ritka percei. A többi hosszú-hosszú, sötét, egybefolyó álom.
ezek már megint napok, felismerhetők és ellenőrizhetők, neve és száma van mindegyiknek, 24 órából állnak, és megszakítás nélkül kapcsolódnak egymásba. Minden napnak megvan a maga gyötrelme és gyönyörűsége. A mai reggel például istenien kezdődött, a reggelinél megállapítottam, hogy az ételnek megint íze van, a régi, gyönyörűséges, ismerős ízek, és méghozzá új változatokban ízek, nyelv és íny mámora és boldogsága, hát visszatértek hozzám. Úgy köszöntlek benneteket, mint az újszülött az első korcs tejet, mikor langyosan és habosan lefut a torkát. Mikor Olive Króna bejön, forró hála önt el, valami nagyon szépet szeretnék mondani neki, de Olive Króna ezúttal mogorva és szűkszavú, siet szórakozott. Még a tartalmában hízelgő nyilatkozatban is, ahogy az ajtóból visszafordul, türelmetlenséget és szemrehányást érzek ki. Kicsoda jön a hazájában? Elárasztanak levelekkel Magyarországból. Gratulálnak, hogy megmentettem az életét. Délután megérteni vélem, miért volt Olive Króna rossz kedvű. Mikor elmentek a látogatók, egyedül maradunk feleségemmel. Látom, hogy nyugtalan, felugrik, kisiet, megint bejön, nem figyel. Mi baj? Nem hagy békén a viking. Már harmadszor figyelmeztet, hogy mondjam meg magának. Úgy, miről van szó? Hát mit tudom én? Nem tudom, miért olyan sürgős. Hisz talán... Szóval? Mi... Szóval, izé. Úgy látszik... Hát kérem. Szóval azt üzeni, hogy az életét megmentette, de... De? De... A szeme világát már nem tudja visszaadni. Eleget láttam életemben. Több szavam nincs. Kínos hallgatás, ő nagysága nem ismeri ki magát, könnyeket várt, kétségbeesést, legalábbis szenvedélyes kérdéseket. Nem kérdezek semmit, de már ott bujkál bennem a törvény ítéletét egyéni önérzetünk, kivételességünk nevében megvető csak azért is. Lehet, hogy orvosi szabály szerint megvakulok, de a diagnózis elfelejtette, hogy rólam van szó. Csak alkalomra vártam. Jól aludtam, a porokból csak fél adagot kértem, mert másnap délelőtre kilátásba helyezték a kötés eltávolítását. Olive Króna és Söjkvist együtt végezték az ünnepélyes aktust, behunyt szemmel, mámoros boldogsággal élveztem a halk pattanásokat és nyisszanásokat, ahogy átvágják és lefejtik a hatalmas köteg gészt és vásznat. Szinte grammonként éreztem a megkönnyebbülést, ahogy a súlyoktól megszabadulok. Utána megnézhettem magam a kézitükörben, őrült komikusan hatott rám, hogy fülig érő nagy szám és vaskos orrom biztatóan és szemérmetesen mosolyogni próbált, mint egy boldog menyasszony a Mirtusz koszorú alatt. 3 órakor egy percre egyedül maradva óvatosan körülnéztem, és nekifogtam a kitervezett ellenőrző kísérletnek. Éjjeli szekrényem üveglapján ott feküdt a kikészített könyv Thomas Mann Józsefe, magam elé tettem a paplanra, felvettem rendes szemüvegemet, amit 3 éve használok, aztán lapozni kezdtem dobogó szívvel, mint a kártyás, mikor gusztálja a lapot, amire élete legnagyobb tétjét feltett. A 237. oldalon megálltam. Mikor feleségem bejött, csendesen azt mondtam neki. Most pedig ide figyeljen. A következőket üzenem a vikingnek, és még kissé akadozva és vontatottan, de már összefüggően olvasni kezdtem. Sebei elvarrasodtak, és meglehetősen begyógyultak odalent, és szemeinek duzzadása is annyira lelohadt, hogy ki tudta nyitni, ferdén feltekintett alóluk, kíváncsian nézett megmentőire, még mosolygott is csodálkozásukon. 4 óra múlva lent voltam a szemészeti osztályon. A tartózkodó modorú szemész szótlanul vizsgált hosszú percekig, aztán ezt mormogta. Ein Wunder. Ez csoda. Május 25-én 3 héttel a műtét után a benyitó Olive Krónát azzal fogadtam, hogy megbolondulok, ha nem enged felülni legalább. Lecsendesített és elment. Sejtelem se volt, mi lesz velem. Másnap, május 26-án délelőtt jött be váratlanul. Na, mi újság?
Felszeretnék ülni, tanár úr. Felülni? Miért éppen felülni? Álljon fel és járjon. Olyan volt, mint egy álom a Bibliából. Felültem, egymás után emeltem fel lábaim, letettem a padlóra, aztán kiegyenesedtem, a kötéltáncos áll így fel produkciója csúcspontján egyensúlyozva a Niagara fölött. Aztán két lépést tettem, megálltam, megint tettem két lépést. Na, hiszen egészen jól megy. Mikor akar kimenni? Holnap. Ahogy tetszik. Holnap reggel elhagyhatja a kórházat. Grand Hotel Saltsöbadet. 10 napja üdülök itt a parkra néző földszinti szobában. Apró lázaktól eltekintve egész jól vagyok, csak hangulataimmal bírok nehezen. Olyan érzékeny lettem, mint egy csecsemő, és olyan érzelmes, mint egy kis cseléd. Úgy állat belőlem a részvét minden élő és élettelen felé, mint az influenzás nátha. Egy reggel sütkérezem a parton. Karcsú, szőke leány szaladgál izgatottan a közelemben, keres valakit, kérdezősködik, egyszer csak megfordul és szeresen felém fut. Onkl, onkl! Sírva és nevetve esik a nyakamba, összecsókol. A hal ajtajában ekkor jelenik meg egy őszülő hölgy, az édesanyja. 25 éve nem láttam Gizi nővéremet, hajszínén kívül keveset változott. Reggel érkeztek Oszlóból. Noémi most 21 éves. Sokáig sétálgatunk újszülött unokaugommal a ligetben és a töltés szélén. Nini, kis norvég rokon, mit meséljek neked déli hazámról, hogy ábrándjaidra is vigyázzak? Hisz annyit álmodoztál róla Magyari Imre nótáit hallgatva a rádióban. Egyet mást sorsunkról is beszéltek otthon, és rólam is, akinek legutóbbi kalandját ismered, és nyomait még láthatod rajta. Nini, kis norvég rokon, azt kérdezed, boldog és büszke vagyok-e most, hogy újjászülettem? Vagy talán megtörtnek és rokkantnak érzem magam hajótöröttnek, akit egy irgalmas hullám partra vetett, megajándékozva őt a maradék élet alamizsnájával? Akár így volna, akár úgy, köszönöm a részvétet, kicsi nini, mert egy kicsit így is megérdemlem, és egy kicsit úgy is. Ha elszánt volnék és bizakodó, nem volnék boldog, hidd el. De ne hidd azt se, hogy boldogtalanná tenne a tudat, ha hajótörött vagyok. Csodálkozom a nyugalmamon, hogy hajótöröttnek nevezem magam éppen most, mikor megmenekültem, viszont mégsem átkozom sorsomat körültekintve a Kopár szigeten, amiről már is láthatom, hogy számomra lakatlan és elhagyatott. Látod, én nem haltam meg. A roncs kidobott magából, és jól sejtettem, hogy ami ezután jön, nem a legtöbbnek elérése, hanem a legkevesebbnek kivárása, amivel újra kezdhetem az életet. És úgy jártam a világban már is, ahogy Robinson szigetén illik járni a hajótöröttnek. Felháborodni sors igazságtalanságán, ember igazságtalanságán, ugyan kicsi nini. Nincs ennek helye Robinson szigetén. Elárult a barát, megcsalt a bajtárs, kifosztott a kalmár. Ugyanakkor látott, karjába ölelt az ismeretlen, megmentett az idegen, visszaadta a legfőbb gúnyámat, a bőrömet, akire rábíztam. Emlékszel kis nini Cézár mondására Egyiptom földjén? Aki nem remél semmit, nem esheti kétségbe sem. Soha. Régóta nem remélek én sokat. Köszönöm magyar barátaimnak, hogy nem hagytak elveszni. Köszönöm aggodalmait mindenkinek, aki aggódott értem. Köszönöm idegenek imáját. Köszönöm kis rokon, hogy türelmesen hallgatsz. Köszönöm Olive Krónának hátralévő éveimet. És köszönöm az olvasónak kegyes és szíves figyelmét. Thank you.
Magyar Rádió Karinti Színpadának műsorát hallották. Utazás a koponyám körül.